Jó reggelt, szevasztok, sziasztok, bratyók, tesók, tesák, cimbik, gecók, vagy nem tudom, hogy szokták még becézni egymást az emberek, most nekem random ezek jutottak eszembe. Ahogyan ígértem a legutolsó videó végén, kezdjük a legfontosabb dologgal, ami hátra van, azaz legyünk öngyilkosok, mert egy jó kis die motherfucker die die-jal kezdeni a napot, az mindig jellemformáló. Ha nem, akkor majd mi azzá tesszük. Így. Tükör sima volt. Következő lépés. Főszedjük a szarjainkat. Mert azért ez a kettő, nem zsidózás, de azért 20 dollár az 20 dollár. Azaz 2817 szól, az 2817 szól. Az lenne a terv, hogy Ednek odaadjuk a Flame Lurker lelkét. Hogy ugye mehessenek most már a boss weaponök is. Nem mint hogyha amúgy olyan sokkal foglalkoznánk egyébként. Csak úgy, miért ne? Csináljuk meg. Utána pedig az a helyzet, hogy nekem tartanom kell egy kis ellenőrzést is kövek terén. Ugyanis miután leszedjük a Dragon Godot, meg megvan mondjuk a Shrine of Thorns-ba és az Old Hero, meg a Storm King, én utána azt szeretném, hogy akkor azt a két világot így megelőlegezve egyből megcsináljuk a Pure White-os eventeket, aztán azonnal lerontjuk Pure Black-re. Ugyanis Stonefang-be, hol a szemüvegem, felírtam, van szükségem egy adag Spider Stone-ra, Shrine of Thorns-ban pedig egy adag Blade Stone-ra. Na most én is felirogattam, hogy a compound, Sticky Compound Longbow plusz 1-ből kiindulva én 22 darab Spider Stone Shardot írtam föl. Aha, és mivel nincs nálunk egy se, ezért 22 darab Spider Stone Shard kell, 9 chunk, de mivel nálunk van 3, csak 6 kell, és Pure-unk van. Ez így nem is olyan szar, mert hogyha még megöljük a Dragon Godot is, lesz ott egy Crystal Lizard, amit ugye annó nagyon szerettem volna elkapni, még az Armor Spider-es részen, és ha jól emlékszem, az Spider Stone-okat dobál, meg ezeket a szaros kis barlangalakokat is farmoljuk Pure Black-en, ezzel a Providential Ring-el. Ennek a karakternek nincs olyan hű de rossz lakja, szóval szerintem megleszünk. Na, ami a Blade Stone-t illeti, az már egy kicsikét másabb tészta, ugyanis ugyanis nincsen nálam semmi. Létezik, hogy ennyire le vagyok. De, van nálam 6 darab Blade Stone Shard. Az jó, mert én úgy írtam föl, hogy 18 kell. Várjunk csak. Igen, mert ugye azt hiszem a Sharp Killiem az plusz 2-es. És az utolsó 3, plusz 3, plusz 4, plusz 5, az ugye 6 kell. Azaz 18, de mivel nekünk van 6, ezért csak 12 Blade Stone Shardra van szükségünk. Viszont 9 darab csánkra és egy Pure-ra. Ehhez azt az ominózus dupla katonás... Kurva anyját, hogy minden itt van az útba. Azt az ominózus dupla katonás faszkalap csontit szokták farmolni ugye a Shrine of Storms-nak a második részén. Leginkább, gondolom könnyen megközelíthető, stb. Dragon Longsword-ot azt pakoljuk le a gecibe, most nincs rá szükség. Nyilvesszőkkel is úgy még okésen állunk. Flame Resistance, Plague Resistance most nem kell. Emberré változtató kő nem kell. Viszont lehet upgrade-elhetjük tovább amúgy a fegyvereinket, mert hát megvan hozzá a cucc. Plusz 8-asból vagy meg tudjuk belőle csinálni a Large Sword of Searching-et, vagy akár akkor mehetünk tovább a Sharp Stone-os irányba, tehát platkóz így is úgy is kell majd, mert azért az a Blade Stone farm, akármennyire is hangzik könnyen, gyerekek, kurvára nem lesz az. Nagyon-nagyon szar a drop rate-je, tehát önmagában, hogy a Blade Stone az egy olyan cucc, hogy a Pure-t azt nem fogod megkapni questline-ból. De az úgy eléggé szoppendári. Ami a szintezést illeti, arra gondoltam, mivel hetes a fétünk, én egy Miracle-t mindenféleképpen meg akarok tanulni, ugye az Evac UA-t, ami ilyen Homeward bónus feelingű. A farmolásnál kurva jó lesz, majd azonnal visszabassz a Nexusba. Viszont a Spell Memoring 1-es, a Miracle Memoring 0-es, mondjuk ez lehet a hetes fétnek, tehát a teisták vagyunk, nem hiszünk semmiben, hetes fétnek tudható be. Hát ezt fölkúrjuk 10-esig, aztán legalábbis a Magic Intelligence-es kombóból kiindulva, hogy ott elég volt, felkúrjuk 10-esig, aztán beszélünk a szent fazékokkal. Mondjuk amúgy szimpatikus karakterek, legalábbis az a szűke csajszi. Jól emlékszem, annak van egy olyan questlánya, hogy ugye beszélt egy ilyen családi
örökségről, és ha jól emlékszem, oda kurva magas fét kell, illetve Saint Urbaint meg kell menteni. Nem is tudom, hanyas fét kell, de biztos, hogy több, mint amennyire mi fogunk pakolni, akkor kapjuk meg azt a pure, vagy Moonlight Stone-t, vagy Faint Stone-t, vagy valami egyéb ilyen cuccot, és talán az az egy módja a pure megszerzésének. Szóval, mennyibe kerül most ez szintezés? Ehe! Még mindig kéne 300. Hát ez cink. Ez nagyon-nagyon cink. Se baj. Megoldjuk. Adjuk oda kezdésnek Ednek akkor ezt a szárt. Aztán akár dragongadozhatunk is. Az lesz az egyetlen probléma, amikor én már random one-shotolgat minket. Hoppácska! Diplomás lett tannácska. Ez a Stonefang is nekem izének tűnik. Nem, mégiscsak az van, mint az eredeti játékban, hogy két boss leölésétől is már pure white-os lesz a karakter tendency. Azt jelenti, hogy most már ezzel a Scourer, the Wanderer-rel tudunk beszélni. Mert akkor kifiguráztam így, hogy kifiguráztam, na, rájöttem, hogy pure white-on fog így megjelenni. Na. Each almighty weapons can hold the highest grade. Yes, that's the one. A searing demon soul. Azt hittem, nincs nálam. Forge new breeds of weapon. A wise choice. Bring me a demon soul. Road to possibilities. Így igaz? Tehát most meg tudnánk csinálni a Large Sword of Searching-et, ami igazából egyáltalán nem egy nagy cucc. Tehát az a lényege, hogy megduplázza az Item Discovery-det, vagy ilyesmi. Tehát annak ellenére, hogy Curved Sword kategóriában, vagy annak ellenére, hogy ez a neve, hogy Large Sword of Searching, attól függetlenül a Curved Sword kategóriában van, hiába akkora, mint az ólajtó, elég magas a durability-e, és ugye nem lehet power-up-olni, tehát combatra használni. Szerintem nettó fasság. Igen, a falsomból más nem is meg tudunk csinálni. Sticky camp, igen. 4 darab spider stone shard kéne. Kite shieldünket tudjuk húzni, ezt tudjuk. A 62-es guard break. Nem rossz az. Most akkor azt a csináljuk. Hogy a kurva életbe. Hogy akkor ölünk egy Dragon Guardot. Meg előtte akkor ezt a Scourvert megkeresjük, hogy gyakoroljuk ott a hardcore parkúrozást. Csak az a helyzet, hogy most kéne egy olyan, nem is tudom, 500 soul, hát összefarmolom itt gyerekek, ezt gyorsan kivágom a videóból, de ennyivel nem akarok parkúrozgatni, hogy így azért lőttem el a cuccokat, hogy most meg elvesztenek. Az nem frankó. Hát, hogyha kapok izét. Spider Stone-t esetleg, sose lehet tudni. A soul mennyiségünk az meg is van. Ezt a fugrist még így gyorsan leöljük. Hát alapvetően tudtam, ebben a játékban például bosszokat nem nagyon lehet perizni, jó? Most a Old Monk-nak a kivételével, ami a tipikus izé. És már spoilerezem le. Nagyon sok az ötem már úgyis tudják. A Spear of the Church-nek ez a prototípusa. Magyarán, hogyha human form-ba játszol, / online, akkor akkor ott egy másik játékossal fogsz küzdeni. Tehát én ezért sem nagyon szorgalmaznám ezt az ember alakotnál, hogy úgy gondolod magadról, hogy fú, most nagyon jó megy, most kurva jó megy, gyorsan lebaszol ezt a boss-t, aztán bejön egy másik játékos, akinek mondjuk pont arra specializálódik a build-je, hogy az ilyen nokedliket leszedje.
vagy stb. Nem tudom, hogy mi alapján rak be oda játékost egyébként bossnak. De nem minném, hogy olyan hülye vicces lenne. Rászánod magad, hogy human formba szesz le egy bosst, azt meghalsz egy másik játékostól, és így sütj! Pure White World Tendency-ről szőtt álmaid gyorsabban olvadnak el, mint a jégkrém nyáron. Ezt nem hiszem el. Ki... Fú de fölbasz. Kéne vagy 50 szó. Nem hiszem el, bazd meg, hogy így csöveskedek. Pecsizné csak venni lehet cuccokat, vagy adni is lehet elfele neki. Nem emlékszem. Istenem, az a vigyor, bazd meg. De nagyon dzsipós. Pillanat türelmet kérek. Most már végre meg tudjuk lépni azt a kurva 8-as fétet. Kettőt pattintunk majd még rá, és az IVQ-t az valami 3000-be vagy 5000-be kerül. Na és hát akkor most jön az, hogy hát a Dragon God az nem igazán flame-mel támad, tehát hogy ezen én az a hatalmas nagy mancsaival baszod egyet, ami onnan ilyen one-shot kategória, szóval az így fasza lesz. A végén meg majd, amikor belelőjük a nyilakot, azt lemegyünk a fejéhez, amikor már kevés HP-je van, akkor arra kell vigyázni, hogy még a lehelletével is tud sebezni, azt majd oda fölnyomjuk a Magic Buffot, hogy az a maradék kevéske HP-ja az már úgy körreve hamar menjen le. Ja, várjunk, nem innen kellett volna jönnöm. Előbb a Skurvert akarom megmutatni, hogy hol van. A Fire Demon was imprisoned in an underground temple. Beyond the prison in a sea of molten lava are the resting bones of a dragon of unfathomable size. Hát igen, itt ugye konkrétan ebbe a föld alatti templomba, ami ugye sárkánycsontokból épült nagyjából, ide lett ugye bebörtönözve a Flame Lurker, a kis tűzdémon, és ugye ez alatt van lényegében egy óriási, elképzelhetetlen méretű, emberek számára felfoghatatlan méretű sárkánynak ugye a csontjait. Most nem tudom, hogy egyébként az old dragon, hülye vagyok, a Dragon Guard-ra céloznak-e, mert az minden csak nem halott. Egy plusz pont, hogy azért már lizardok is könnyebben döglenek, mondjuk ez szerintem a Pure White World Tendency-nek is betudható amúgy. A Pure White World Tendency-nek tudható be. Tehát az ellenfelek könnyebbek, meg minden anyám picsája. Na majd Blacken keményebbek lesznek, ha majd esetleg farmolni akartok, ugye, hogy nehogy már könnyű legyen, hát dolgozz meg azért az alapanyagok, én niggert. Jó, tudjátok mit? Szarjuk le, tehát, hogy ahhoz oda át ugrani, miről beszélek? Hát itt nem lehet ugrani. Engedjük is el. Majd valahogy felszedem, hogyha nagyon-nagyon érdekel. De ez a flipperezés, és akkor minket itt az a kis barlangocska érdekelne itt igazából. Csak hát ha innen ugranék, az még tuti biztos, hogy öngyilok lenne. Öngyilokból meg majd csinálunk eleget még a Nyexusba. Nem kell itt tenni, nem eszik itt olyan forró nokását. Nincs itt ennek az ideje. K
Clearstone, Sharpstone. Clearstone Chunko. Na itt is van. Skurward Wanderer. Hú, milyen szőke gyerek vagy te is. You nearly frightened me to death, creeping up on me like that. My name is Skurver. Ő ilyen dadogós vagy furán beszél. I'm impressed you've come this far. Were you guided by sixth sense? Shall we put your luck? Have you heard of it? It is a work of art, molded by the ancient borrowers. As a precaution, a broad sword which can crush the bones of drakes. Truth told, it's the laughing stock of many a swordsmith. They say it's as blunt as a bludgeon. A dull blade meant to slay. I would search for it myself, but if you happen to come upon the sword, this place, the bones of dragons exuding awe. Tehát ő a... Oh, no, Lord, it could have been melted in the lava. It is a pity. Hogy nem találtuk még meg. Lehet, hogy már lenyúlt a más. Vagy elolvadt a lávában. Kár. Hát az az igazság, hogy ugye mindjárt ott vagyunk. Tehát mondom egyébként, hogy ha valaki éppen a Flame Lurkernél el van akadva, tetszik, nem tetszik, ez a legrövidebb út oda. Mint körbe átmenni a barlangokon, akkor még megküzdeni a bogárkákkal is. Hát... Jó, oké, lenyugodtam egy kicsikét, elfogadtam, hogy itt ilyen egyszerűen a flipperezés a levegőbe. Sajna, sajnika. És igen, 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 ott jöttünk ki a barlangokból, ahol vannak azok a berbag maradványok, és így konkrétan... Na, pont erről beszéltem, hogy ott megint lecsúsztam egy perem mellett. Na mindegy, ide kéne jönnünk teljesen lefele. Sőt, nem is kéne. Ezt az 1000 szót azt most így leszarjuk. Menjünk az Underground Temple-hoz. És hát nyomunk akkor egy Dragon Guard-ot. Nem tudom, hogy hányszor fogok meghalni, mert mondom, ilyen one-shot kategória a damage, amit nyomat. Amilyen hülye leszek, úgyis rá fogok és tartolni a Crystal Lizardra. Mert hát a loot mozgatja a világot, és az is taszítja romba. Neki nem nagyon van így cutscene-je az elején. Azt hiszem. Ott a D-Bone Smasher! Ezeket kell itt széttörni. Kettőből törik, tök jó. Aha, meghaltam. Túléltem volna, csak még én hülye, még beleszaladtam a további hitboxába. Korábban a sima longsword-del, amikor egy kézbe püföltem, akkor vagy négy ütés kellett, hogy ugye... mindegy, a smasher-t azt majd felszedjük. Tehát az ott megvár minket. De amúgy ennyit kéne, igen, hogy... ahol biztonságban vagyunk egyébként. Hogy kettőt boxol oda? Jó, értem. De a másodjára halok meg ugyanott. Többet azt a lizardot azt most nem baszogatjuk ott. Mind is leszettük kétszer, lett piúrunk is, lett csánkunk is. Mondjuk nem attól haltam meg, hogy elmentem lizardozni. Nem voltam még képbe a támadásaival, na mindegy, tehát akkor kettőt boxolod, de amúgy szomorú, hogy még az első ballistáig se jutok el, és a második az legalább ilyen fárasztó amúgy. Nem tudom, hogy egyáltalán a támadásait lehet elblokkolni, tehát amilyen szerencsém van, tuti nem. Anyádat, bazd meg!
lazítán egyszerűségű dög vagy verjen bele. A lootokat majd felszedjük, az összes többi lootot, most egy ideig pihengetni fog. Szétkúrta ezt a ballisztát is, igen, de mehetünk tovább lefele. A hülye fasz meg fog halni. Megint pure clearstone. Ha-ha-ha. Itt nem emlékszem, hogy kell hozzá lemenni. Bár valószínűleg mutatni fogja a cutscene, hogy... Megvan, megvan, megvan. Nem olyan bonyolult. Csinálták őt egyébként, ugyanis szerintem 20 milliószor coolabb, mint a Darkos összes sárkányok, és ebben Midirt is beleértem. Uh-huh. Nexial Agent. Ez mi az anyám? Allows travel across the regions connected by the Nexus. Na, én azt mondom, hogy most szedegessük fel a szarjainkat itt. Tehát hagytunk még el dolgokat, meg esetleg, hogyha pure clearstone kell meg chunk, akkor az itteni lizardot majd lehet ugye farmolgatni. Bár azt hiszem clearstone-ból speciál pont elég egy, de a chunk miatt lehet, hogy visszajövök amúgy. Mondom, nem nehéz ő egyébként, csak ide azért, hogyha van egy second chance-ed, ami most még speciál, még mindig nem tudom, hogy spell-e vagy miracle, azzal azért megkönnyíted a dolgodat. Rád basz egyet, ami one shot, vagy nem, de oda basz még egyet, az öklével is az már. De darálja a HP-dat, akkor ugye újra tudsz jönni. És ugye önmagában ennyi az egész. Tak, megvan a pure white, szedjük fel a D-Bone Smasher-t. Hát az valami állat az a kard. Hát ugye az van, hogy rengeteg kovács kiröhögi, hogy olyan tompa tényleg, mint valami bunkó. És itt tompa karda, hogy a picsába lehet sárkányokat ölni. Hát ezért nem is az van, hogy Dragonbone Slasher a neve, hanem Smasher. Hogy szétporlasztasz vele minden vazmeg. Tehát egy kard, és tényleg tompa, mint a kurva élet. Kíváncsi vagyok, hogy reworkölve hogyan néz ki amúgy. Itt korábban ilyen romok voltak a másik oldalán. Hát... 20 a súlya, megnöveli a fire resistance-et, a base scaling-et stabilan tartja amúgy. Hot van egész 8-ra föl még. Szép darab, nem igaz? Nem tudom, hogy bizé. Nem tudom, hogy két kézbe tudjuk-e használni. Nem, R-weapon egy 79, így se tudjuk használni. Nem tudom, hogy most azért ilyen lassú, mert nem tudjuk használni. Nem, ez tényleg ilyen lassú, erre a kombójára speciál emlékszem. És a nekifutásból. Igen. Hát ez ilyen lassú lesz, és ugye
Az a kurva nagy problematika, hogy nincs hyper armorod vele, de attól függetlenül amúgy, ha a strength buildet nyomsz, ezt mindenféleképpen használnod kell. Item burden terén, hogy állunk? 83/112, az meg amúgy nem is olyan rossz. Lépjük szinteket, mutassuk meg Skurrer-nek a cuccot, aztán igazából utána akár le is ronthatjuk Pure Black-re a tendencit, és akkor majd a kis bányászokat farmolgatjuk. De lehet egyszer amúgy a Crystal Lizard viatt ide visszajövök még. Tehát ugye itt van alapból, megöltük egyszer az Armor Spider-t, egyszer a Flame Lurker-t, egyszer a Dragon Guard-ot, tehát ha minden igaz, akkor még egyszer kéne az első Lizardnak itt visszaspawnolni, a másiknak meg még háromszor. Na mindegy, legalábbis egyszer mindenféleképpen megnézem. Szépek amúgy itt a helyszínek. Tök fasz, hogy itt is a képek... Hogy ilyen mozgóképes történet az egész. Ezt akartam mondani. És akkor két szint Fate-re. A Dragon Demon szóból valami Pyromancy-t tudunk csinálni. Mondjuk itt Pyromancy-k úgy külön nem léteztek annyi, hogy Magic-en belül persze látod, hogy van ami tüzes, van ami ézés. A Miracle Memory 1 királyság. Mire kell a Miracle? Hí! Bazeg, rábuk fenceztünk véletlen! You have your wits about you. Do you have a good not pay any attention to them if they speak poorly of me and my magic? Prayer is for the foolish, quaint, and heaven forbid the day you find out what they're... I was defeated and captured by the golden usurper past that, so be wary of him, for he has power over vile Mergizum. I know of three humans, King Alant of Boletaria, Astraea of the Valley of Defilement, and the Golden. There's no question that but we were wrong to assume that he has power, but we were wrong to assume that they ceased to be human. Igen. I am fully prepared. I can still be patient. Tehát ugye ez alapvetően cucc, hogy akár csak a PC vs konzol, akár csak az Intel vs AMD, akkor Audi vs BMW, a tököm tudja milyen rivalizálások szoktak még lenni. Itt is megvan az, hogy Miracle vs Sorcery. Ugye a Sorcery az ilyen tudomány alapú, Miracle pedig hit alapú, meg minden. Meg most konkrétan ne hallgass ezekre az idiótákra, akik rosszat mondanak rólam, vagy lekicsinlően beszélnek a mágiámról, nem olyan rájönnek, hogy az istenük igazából nem is létezik, vagy picsoda, tehát hogy megvan ez a fajta ilyen ellenségeskedés, stb. Flametosshoz mi kell? Waterwheel Protection Cloak, Familiar Prank. Tőle mit is tudunk tanulni? Warding, Fire Spray, Soul Ray, Fireball, Poison Cloud, ez nem lesz egy rossz cucc majd. Sokan szeretik használni a sok HP és Black Phantom NPC-knek a legyőzéséhez, csak arra kell vigyázni, hogy ha Poison Cloud-dal ölöd meg, akkor buktad a karakter tendenci emelkedés. Pontosan ugyanúgy, mint ahogy a Soul Suckerrel se tudod one-shotolni őket, vagyis hát megteheted, csak akkor meg totál fölösleges volt az effort, amit beleraktál, mert lementél Pure Black-re azért, hogy utána visszavidd a World Tendency neutralba, csak cserébe a karakter tendencidet nem növelted meg, tehát okosan van ez kitalálva. Kell az a kurva légkondi megint, gyerekek. Oh, you might too am on a quest to fight. May I share God's power with you? Kérem Isten erejét, igen. $20,000! Az istenetek kurva drágán dolgozik. Nem gondolkozott még egy OnlyFans-en esetleg? Hát, eszem faszom meg. 20,000 bazd meg. 20 kibaszott ezer. Hát erre most mit kéne mondanom?
Kezdésnek az, hogy pakoljunk le mindent, kivéve a Dragon Bone Smashert, mert az kell. 3 Clearstone Chunk, Pure Clearstone, stb. Jó, oké. Legyünk öngyik. Két helyen is akkor Pure White-ok vagyunk. És így lényegében megcsináljuk akkor a Pure White-os eventet a Stonefang-ben is. Mondjuk mondtam, hogy lerontjuk a Shrine of Storms-ot, majd meg a... Mi a nevét? A Stonefang-et, majd Pure Black-re. Az nem azt jelenti, hogy azonnal meg is csináljuk a Black Phantom-os cuccot, abszolút nem. Mindezze csak annyiról van szó, hogy akarok majd farmolni. Vagy lehet, hogy mondtam ki, hogy a rövid távú memória. Gyorsan visszamegyek még azokhoz a kristallizárdokhoz, a... azt a másodikat ott, ami oldalt volt, azt biztos, hogy még egyszer leszedem. Tudig úrva Isten, hogy ezt még egyszer leszedem. Tehát, hogy legyen még Clearstone chunkunk, tehát azért a későbbiekben nem akarok majd minden szart farmolni. Így is pont a saját alapanyagaimat lesz majd a leginkább segfájdalom kifarmolni, ami nekem a leginkább kell most. Na most a harmadik a Colorless Demon Soul, az majd jön így is úgy is a Primeval Demonokkal, tehát hogy... De ott is azért meg kell válogatni, hogy milyen fegyvert húzol fölük. A Dragon Bone Smasher is egyébként Colorless Demon Soul-os. Az egy nagy baszó strength fegyvert akarsz csinálni, akkor ez egy speciál jó választás, mert lehet buffolni, meg mindent, megnövekszik a fire resistance-ed, ugyanúgy rábaszhatsz curse weapont, enchant weapont, light weapont, mindent, amit akarsz. Shardstone chunk, pure heartstone. D-bone smasher helye. Ja, körbe kell mennünk. Abszolút jó kis fight lenne ez, csak tényleg faszékelt ennyire scriptelté tenni. A Storm King az meg most majd megint az lesz, baszki, tehát ott annyi, hogy el kell rohanni a pálya végére, föl kell szedni a Storm Ruler-t, aztán én most speciál beszoktam bújni a házikóba, mert ott nem tudnak a kis minyonjai elkapni a Storm Kingnek, amik igazából ezek a manták, amikkel már találkoztunk. Jó, persze, hogy olyan alacsonyan jön fölötted a boss, akkor egy Miracle-el is le lehet szedni, meg Sorcery-kkel, meg stb., de egyszerű paraszt warrior-oknak a scriptelt módszert kell használni. Clearstone chunk, tökéletes. Aha! Én elhagyni ottan valamit. Jó, hogy visszajöttünk ide. Master's Ring. Mi a fasz tud a Master's Ring? Damage plus from optimal hits, otherwise less. Mi? Increases damage inflicted by optimal hits while decreasing damage inflicted by all other attacks. Csak mi számít optimal hitnek? Vagy... itt a kritikára gondol, hogy ez valamilyen hipster Hornet Ring akar lenni? Hogy megnövekszik a kritet, de cserébe minden más atakot kevesebb lesz? Na, erről van szó, akkor kurvára nem érdekel. Mondjuk más nem, akkor majd letesztelem. 20 000 az evacuator, hát... Pofámról szakad a bőr. Lefele, nagy foltokban. Még én szégyelem el magamat mindenki más helyett. Tunnel cicibe megyünk. Megmutatjuk a csávónak a kardot. Ilyen speciál tök jó, úgyhogy a... Áj, öcsém már megint te. Jó, oké. Tisztesség kedvéért. Kurva jó, hogy amúgy én azt... Elmentek ti a náthás faszomba. Sharpstone Shard, nehogy a Spiderstone dobjad, belehalsz öreg, belehalsz, hogyha azt kell dobnod, ami nekem kell. Ó,
azt megint szépen belehúztuk egy backstep bóba. Large sharp stone shard. Ó, tegyem a zsebetekbe. Megint jön minden szar, mi szemnek szájnak hány ingere. Na jó, nem mártírkodok tovább, ha kell valami, majd megdolgozok érte. Azt a szart azt még mindig hogy lehetne felszedni? Akármennyire is nézem, hogy nekifutok és ilyesmi, egyszerűen nem. Nem, semmi nem jut eszembe. Aztán mielőtt megyünk küzélni, majd Shrine of Storms, azért lehet azt a lovagokat farmolom majd megint egy pár körön keresztül, ugyanis ahogy láttam, most már dobálgatják a Late Moongrass-t is elég szép számba. Valószínűleg a izének tudható be, a Pure White-nak. Ezt nevezik úgy, hogy két szék közé be a padlóra. Tehát ha neki futásból, neki lépésből nyomsz egy dodge-ot, akkor a karakternek tényleg megvan az a faszon flipperes effektje. Újra tervezés, következő kör. Még kell ennek ilyen szar helyen elhelyezkedni ennek a csávónak? Kajak, nem értem, hogy ez miért jó bárkinek is. Egy ilyen nehezen megközelíthető helyen. A Shrine of Storms-on is megjelenik egy NPC egyébként, ez egy Pure White-on. Ugye a Satsuki, csak ott van kapásból a világnak az elején. Aha, most bezzeg megállok egy ilyenen a játék, elmész a faszomba. Menjél haza, részeg vagy. Clearstone chunk, stb. Jó. Na, király. Nem tudom, hogy nálunk kell lennie beekvipelve, de... Hey, guard! Oh, demons. Sorry, friend. I'd rather not. I love Boletaria for what she is. Strange faces, wielding strange trinkets. I'm beginning to think Boletaria is better off now than it used to be. Don't tell anyone I said that. I could get myself into bother. Most jobb Boletaria, mint régen. Lehet lootolni. Oh, wonderful. Ez a The Art of Swordsmanship applied in a perfectly useless manner. Please take this. Take care of this one, will you? She's a stunner. Pure grey stone. Take care of this one, will you? Take care of this one, will you? Önmagában az, hogy a kovács szakmának a felső foka egy ilyen, nem is tudom, haszontalan modorba összpontosul, vagy nem is tudom. De az a kontraszt, ez biztos egy kurva egy legenda volt, aki leforgyolta ezt a kardot, és tényleg ilyen tompának kell lennie. Mondjuk nekem speciál pont nem baj, a dolgát elvégzi. Tehát vannak itt ilyen érdekes crossoverek fegyverek között, tehát ugye például a Meat Cleaver ugye húsbárd, de Great Hammer kategóriát erősíti, viszont nem strike damage-ettől, hanem slash damage-et, azaz egy húsbárd, ami Great Hammer, de vág. Ez már lassan kezd olyan szép konzisztens lenni, mint a Nioh-ba a kődobáló build, hogy nem számít bele se a közelharci sebzés, se a távolsági sebzés, sőt, önmagába fegyvernek sem minősül, mert nem szkélel semmiféle attack bónuszra, meg ilyesmire, de cserébe a szúró sebzés befolyásolja, ha hátulról dobod meg vele az ellenfelet, befolyásolja, ninjutsu itemnek is minősül, szóval kell tovább magyaráznom. Faszomat bele. Valami fasz meghalt. Na, kész vagyunk a Pure White-os eventekkel. Örök nyugalomra helyezhetjük az inventory-ban a Dragon Bones Smasher-t, és ezzel a buildet biztos kurva isten nem fogom használni.
Biztos, tedves. Húrva minden itt neki. Pure gravestone, hát igen. Azért annak van súlya. Valami 10 egység, az kurvára nem vicces. Valóban plusz 8. És igazából azon gondolkozok, hogy most akkor már ilyen fresh meg aged spice-okat, azokat már hozhatunk magunkkal amúgy. Van nálunk 20 kő. Fog kelleni bőven, ugyanis valami 30 valahány darabra szükségünk lesz. Meg szerintem a turpentint is hozhatjuk magunkkal. Tehát a Shrine of Thorns az ilyen magikes rész. Én még azt mondom, hogy Firebombot is hozzunk. Lesznek ám itt érdekes ellenfelek. Mennyi nálunk Item Burden terén? 75,7 per 112. Nem tettem le a Dragon Bone Smasher-t. Mindent értek. You have a heart of gold. 55,7. Sokkal jobb. Azon csodálkoztam, hogy milyen kevés nyílveszünk van, és cserébe... Megyünk 88 darab nyílveszőt. Fog kelleni egyébként. Na, 64,5. Egy pillanat és jövök. Kaptunk egy Night Shield-et, meg még Half Congress-t. Egy kicsikét föltápolok. Meg azon gondolkozok, hogy Shrine of Thorns-on lehet, hogy be kéne rakni azt a Magical Dullness ringet. Ugyanis a második rész az még erősebben magikes lesz, mint az első, tehát... Lesznek ám ott azért geci ellenfelek, de hát most... Nagy dolog, ha más nem meghalunk párszor, ha most faszom bele. Mi a legrosszabb, ami történhet ebben a játékban, ezt már kérdeztem egy párszor. Egy utolsó kört még jövök, aztán szerintem ennyi bőven elég lesz amúgy. Meg aztán... így, hogy leszettünk egy Archdemont, most már tovább tudnánk menni amúgy itt. Ha megvan a Shrine of Thorns, akkor utána majd azokat még vidibe majd együtt lerontjuk szépen Pure Blackre, megmutatom, hogy akkor annak így milyen a hatása. Ugye jelennek meg azért Dark Phantomok, stb. Meg persze előbb Shrine of Thorns-ba még a Pure White-os eventeket, azaz megszerezzük végre a Magic Sword már fotót. Még két Half Moon lesz, ennyi most már elég lesz. Vagy megvan, milyen gyűrűt kéne magunkkal hozni az Old Hero boss fighthoz. A Thief Ring az egy jó szolgálatot tehet ott, mert ugye alapvetően az Old Hero az vak és a hallása alapján követ le minket. De hogyha a lépteink azok meg így, azoknak nincsen hangja, akkor jelentősen könnyebb a boss fight, tehát ott is eltalálhat. Persze előfordul, de az is előfordult, hogy össze-vissza csapkod. Kaptunk egy Night Shield-et. Ez is parry. És ez mivel tud többet, mint a miénk? Nehezebb a súlya, több durability, meg valószínűleg magasabb lesz a guard break is, de amúgy meg totálisan ugyanaz a kettő, szóval hát meg jobban néz ki, mint a miénk, de az most nem mérvadó. Nem az a lényeg, hogy férfi alsó nemű modellek legyünk, elvégre azzal nem lehet háborút nyerni. Ilyen mondás létezik egyáltalán, ha nincs, akkor most mondom, hanem az, hogy tegyük a dolgunkat, végezzük azt, csá. Ritual Path. Igen, Shadowman. Azon gondolkozok, hogy egyébként itt ezek a Shadowmanek ellenfelekként előfordulhatnak-e, mert ugye itt volt az Adjudicator. Itt lesznek ezek a köcsög manták. Ezért is hoztam ennyi nyílveszőt, mert fog ide kelleni. Abszolút. Azonban még előtte itt kő.
Most a kövek követnek. Most full szimmetrikus a másik oldalon is valami szar. Storied Warrior Soul. Kurva szép egyébként. A... nem is tudom, a Trónok harcából a vas szigetekre emlékeztetek kicsikét. Bár nem akarom annyira ledegradálni a Demon's Souls, hogy a Trónok harcával közösítem bármilyen téren is. Azok után, amit műveltek az utolsó két, vagy hát inkább az utolsó egy seasonnel, az meg. Itt a Grave Robber csávú. És olyan cigányos hangja van. Ah, Fire Arrow, Holy Arrow. Hogyha esetleg valaki olyan dexes buildet akar csinálni, hogy ilyen bow only run, vagy stb. Megcsinálhatod a Lava Bow-t is, ugye, ami, tehát, hogy ugye magic-kel fogsz scale-elni, plusz 100-os, mi a herre, flat fire damage, vagy majd endgame-ben a white bow-val is lehet szórakozni, vagy nyomsz egy sticky compound longbow-t, húzod a dexet, és akkor mellé fire, meg holy arrow, meg esetleg sima arrow is. Tehát, hogy a magic-esek ellen a fire lesz jó, fire-esek ellen jó a magic. A sticky white stuff-ot nem árulsz? Érdeklődnék a ragadós fehér cucc iránt. 5000! Phosphorescent grains. Increases magic resistance temporarily. Shade stone. Kunai. Cloud stone az jó, azt szerintem pajzsok. Igen, igen, igen. Block slight increasing. Shield capacity. Block magic. Imbues weapon with magic effect. Weapons can be reinforced by moonshade stone. Ta-ta-ta. Ja, ebből lesz a crescent. Ez a olyasmi, mint a Dark 3-ban simple, hogy MP-t tölt vissza. A fénystone-os lesz a magic, akkor... Ez is olyan szép konzisztens, azt hiszem én a Dark 2-ben volt, hogy fénystone-ból tudod a magic infused megcsinálni. Magic Stone-ból pedig az Enchantedot, hogy olyan szépen érthető legyen. Na. Ők idéznek ilyen elég erőteljesen magickel támadó, nem is tudom miket, azt a kurva te szépen néznek ki. A röhögésed ugyanaz maradt. Ha a csontit megöljük, vagyis hát ezt a kaszást, akkor az összes vele idézet döglik. Ami azért jó, mert több ezer szót farmolunk. Figyeljetek! Gyorsan kell egy kis szintlépés, akkor itt aztán meg fogjuk majd szedni magunkat. Mi a fontos még ebben a részben? Pöcs, fasz. Lófejű barátunk visszatér, hogy még szívasson minket. Természetesen bele kell mennünk a csapdába, nyilvánvalóan, de... úgy bánt, hogy engem mindig mindenki csak át akar venni, ennyire butának nézek ki. Van itt valahol egy Illusory Wall is amúgy, ahol egyébként a Primeval... nem itt. Mondjuk ha elsőre nem lett Illusory Wall, akkor másodjára se. Ahol a Primeval Demon is rejtőzne majd egyébként, meg... ott lesz ugye egy dupla katanás... fekacsöcs csonti. Hát hogyha nem itt, akkor valószínűleg a másik oldal. Prism Stone-ok. Jelzi nekünk Pecsisz, hogy erre gyere, itt foglak megszivatni. Természetesen megyünk is. Nem arról van szó, hogy nem. Egyáltalán. Azt hiszem egyébként meg kell húznunk valami kart, vagy rá kell lépnünk még valami kőre. Hol az anyám? Picsájában van már az a kurva izé. Illusory Wall. Biztos, hogy ezen a részen van. Na igen. De a Stunlock, érted? A Stunlock. Ne vigyázzatok, csapda.
Semmi gond, farmolunk újabb 4000 szót. A kurva minden így, gyerekek. Hát ez eléggé gány volt, ez eléggé ilyen. Döglik fekszik. Ők is azt hiszem ezt a Moonshade-stone dobják, ami egyébként talán a Dark Moonstone lett így átnevezve. És pont ráálltam esésből. Mua. Perfect. Ó, igen, ott egy rakás döglött manta. Arra fele kell tovább mennünk, de... Ergo, mi következik abból, mivel arra fele kell tovább mennünk, kurvára nem, arra fogunk tovább menni. Moonshade-stone shard. Köszöntöm, fiam. Ülj le, egyes. Durva, hogy mindig csak a bal hüvelykujjamat kell így kiroppantani. Tehát igen, itt egy csapda van. Itt pedig akkor... ez a fasz. Nem áll, hogy még a manták is baszogatnak. Ó, anyám borogas. Ne! Istenem! Na szóval, vázolom a szitut. Ezt a szaros auto-equip itemset kapcsoljátok ki, ne legyetek olyan faszok, mint én, ugyanis healelni akartam az előbb, erre a játék az önkényesen betett kőre nyomott, ugye? Vagyis hát mivel az volt beekvipelve, én nyomtam rá, utána meghaltam, azaz egyet lement a World Tendencing. Kurva, kibaszott, jó. Szerencsére, mivel ugyanaz a helyzet, egyetlen egy mentő körülmény van. Mivel ugyanaz a helyzet, akkor mint az alapjátékban, hogy két boss után ugye Pure White-ra vált a történet. Tehát ugye már a Dragon God előtt ugye Pure White-on volt. A Stonefang is. Annyi, hogy most akkor a Shrine of Storms-ba még a Storm King-et is le kell szednünk. Hogy Pure White-tá váljon a világ, de akkor még mindig meg tudjuk csinálni ugye azt, hogy egy felszedjük a Makotót, Pure White-tá visszük a világot, stb. De ez minden esetre kurva jó. Végülis, hogyha nagyon kisarkítjuk, lehet mondani, hogy a saját hülyeségembe haltam bele, de ez akkor is milyen gusztustalan volt, bazd meg. Healelni akarok? Nem, beekvipelem oda azt a követ. Rányomok, és utána persze telibe bele ebbe a kibaszott Black Skeletonos kurva kombóba, mert nyilván mosvadul be ez is, bazd meg. Három ütés, és utána ez a rásolós, duplavágásos anyán picsája szar. Nem érdekel ez most, már csak azért is leszedem így. De érted, négy vágás is utána még ez az agresszoros hülyeség. Pontosan ezért szívlel már ezeket a játékokat sokkal kevésbé, mint a Niót. Hogy ott legalább az ellenfek normálisak. Mindent visszavonok. Keci. Na, ezt most tegyük le egy pillanatra, erre innom kell.
elég érdekesen működik a játéknál a luck így nekem. Tehát, hogy kezdésnek bazd meg, bead egy ilyet a játék, hogy... hogy átváltok véletlen emberalakba, majd meghalok, majd redemptionként bazd meg az első adandó alkalommal, hogy megölöm ezt a szarházit, pure Bladestone. Szerintem nagyobb lakkom volt, mint Tinmennek annó, bazd meg. Azt a kurva... nem érdekel. Azt az előbbi bakit, azt még mindig akkor is megvetem. Meg hogy visszatérve, hogy most akkor... Szóval azt kezdtem elmondani, hogy alapvetően sokkal jobban szívlelem a Niót, már csak amiatt is, hogy az ellenfelek legalább nem csak ezt az agyhalott spamet nyomják mindig. Mint hogyha konkrétan az ellenfél is ugyanazt csinálná, mint a játékosok 99%-a, vagy amit ugye én is most, hogy eredj, 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 mert eredj, az jó. Ó, oh, tényleg. Hát azt ki is felejtettem, hogy a Shrine of Thorns amúgy szólok szempontjából is az egyik legjobb farmoló történet. Tehát már is ugye van 22 ezerünk. Most amúgy mehetnénk tovább arra fele is, amit ugye kinyitottunk. Oda is a Tiefling amúgy jó szolgálatot tesz, mert lesz majd egy ilyen út, ahol ugye végig jönnek majd csontik, és közben ezek baszogatnak. De előtte én azt mondom, hogy akkor essünk bele ennek a fasznak a csapdájába, szó szerint. Te vigyorgó cigány, te. Hello again. Hey, don't turn a cold shoulder. I didn't mean to do you wrong, really. Come on now. We've got better things to fret about. That pit there is filled. Go on, take a look. Nem hazudik. A kurva anyádat, ezért még számolunk. Pure Black karakter tendencint, te leszel az első, akit kinyírok. Mondjuk Mephisto felé szamúgy is majd request befoglalja. Pöcsis, pöcsis. Ide van bebörtönözve ugye Saint Urbane. Nem az én hibám, ne haragudj rám. Mi ez, aki védi egy karaktere? Ismét alkotott. Ott van Saint Urbane, itt lesz a Makoto fent, és ott van egy Heartless-es Black Phantom. Na majd megpróbáljuk perizgetni. Crescent Moongrass, értitek? Midgame-be, Crescent Moongrass. Faszom vele. Heavens. Did you fall for that little devil's trap? Well, I did the same. He fooled me, and now I am stuck here. The reverberations seem to suggest that we are connected. A fearsome dark phantom. But have no fear. Pray with me, Umbasa. Umbasa. Ne félj, Isten megszabadít minket a gonosztól. Igen. Amíg te a mesefigurádra vársz, hogy elintézze a Black Phantomot, addig én elintézem a kardommal. Majd Isten segít. Ott az én kis Makotóm. Mindjárt neki megyünk annak a... ez itt nem is item volt, csak ugye fénylik ez a cseppköves tököm, tudjál micsoda? Ja, hát itt aztán nem kell gammárkodnom, bazd meg, ennek nincs annyi HP-ja, mint annak a Black Phantom pestises. Pesti est, pesti srác, mit tudom én. Ez ugye a healt lesz, ami nála van, nem tudom, hogy meg is kapjuk-e. Egy kő és három Moonshade Stone Chunko. Bumbassa. Hát gyerekek, ez a rész csodálatos volt idáig. Baki egyenle a World Tendency, cserébe Pure Bladestone. Mondjuk, ez tök jó, hogy hosszú távon legalább azzal nem kell baszakodni, viszont még 12 shard és 9 darab chunk kell. Tehát Pure Black-en ezt a fast farmolni kifejezetten jó lesz majd. Nem, Isten volt, nem én voltam.
Abban a fura papucsban ilyen úgy néz ki, mintha ilyen ogre lába lenne egyébként, ilyen kőkemény két lábújjal. Na, ezért a cuccért itt majd vissza fogunk még jönni. Na. Mondá az úr, Szezám tárulj. Na te kis fasz. Még mindig vigyorogsz. Igen, én. I'm really sorry. I didn't mean what I said. A man's got to make a living. There aren't many humans like us. I know. Have this as a gas resistance ring, már van ilyen nem terrelláshoz. No need to drag each other down. Ne húzzuk le egymást, legyünk barátok. Jó van, hogy ne barátom, hogy ne. No need to drag each other down. Ha te mondod, én hiszek neked. Én mindig is mondtam egyébként, hogy ez a Patches amúgy halál jó gyerek, csak kevés benne az ólom. Na, mehetünk majd tovább, kövi részbe, én most megyek szépen. Megveszem azt az Evacuate spellt. És lerakjuk azt a kurva értékes Pure Blade Stone-unkat is. Hát ez komolyan mondom, hihetetlen. Tehát, hogy ez a reakcióm is, amit nyomtam rá, ez biztos, hogy priceless volt. Tehát ez... Ilyenkor örülök annak, hogy videózok, bazd meg ezeket így megörökíteni. Hanggal is, meg minden anyámmal. Ezek után most meg kifejezetten várom még ezt a Shrine of Storms-ot. Le fogjuk majd farmolni még egyszer. Hát, hogyha kapunk végre egy chunkót. Mert akkor végre tudom upgrade-elni a killiemet plusz 3-asra. És akkor már ezzel fogok jönni, nem érdekel, az all-scaling. Na. Vegyük meg azt az evacuate-et. És most Freaknek a fejére nem ugrunk rá még egyszer. Mert ahogy látom... Á, de megbocsátott azóta, hát újra töltődött meg minden. Ezek itt a sorcerisek. Az a klerikes csávó, aki itt volt, az innentől kezdve eltiplizett innen. For he has allowed me into the presence of Saint Urbain. I shall serve him and thus express Mombasa. Tehát itt ugye az van, hogy megmentettük Urbaint. Tényleg nem emlékszem, mennyi kell ahhoz a szaros Moonlight Stone-hoz, amit ad, de biztos, hogy egy pure-t ad, és valami irdatlan magas fate kell hozzá, több, mint ami nekem van. Vagy 20, vagy 30, és most mondta is, hogy Urbainnek adta, de csak azért, mert őt megöljük, nem fogjuk megkapni. Most már rám se néze. Along with my disciples, Isten ennyire elvakított. If you wish for benevolent protection in your fight against the demons, Urbain, I will cleanse them. Na. God's wrath. Aha. Igen. Piu. Bátki kollega ezzel csinált már végig egyszer. Regeneration. Cure. Regeneration is jónak tűnik. Többit azt meg ugye leheted. De akkor evakuációt vegyük meg, és attunoljuk befele. Most pedig kell nekünk egy olyan, hogy... Talisman of God. Pure Blade Stone, öcsém. Hát, dobok egy hátast. Teljesen ledobom ettől a gép szíjadba, az meg. Pure Blade Stone. Anyád. És ezeket most kirakjuk innen, a Soul Remains-es szarokat is, a kunáit is. Jó, Firebomb se kell. És... Talisman of God. Ide ezt most nyugodtan bepattinthatjuk egyébként, bár... Igen, zsír. Na. Következő részben akkor Shrine of Storms-ozunk tovább, lefarmoljuk még egyszer azt a csontit, ha ad egy csánkot, jövünk vissza Killit fejleszteni. És... azt akarom még megnézni, hogy az egy dolog, hogy az adott Infused-t az csak Ednél lehet megcsinálni. De hogyha mondjuk... mondjuk már a Killi Mashard-ban van infuse-olva, akkor itt... tudom húzni tovább? Nem, nem is engedi, csak Ednél lehet.
Csak ednél lehet, jó van. Oké, okay, semmi gond. Le van tesztelve. Mennyi így a damage-ünk? 207-es a damage. 153 plusz 55. Hát igen, most már C-scalingünk van. Nem érdekel, hogyha egy kicsikével kevesebb lesz a kili. Sharp irányba rakjuk magunkat, azt haladunk tovább addig is. Sziasztok!